Ha ezt a csengő hangot hallják a gyerekek december 6-a környékén, mindenkinek a Mikulás jut eszébe. És én azt látom a szemekbe mindig, hogy csillognak, és a szeretet árad belőlük. És boldog vagyok mindig, amikor ilyen helyre jövök, ahol hátrányos helyzetű gyerekek vannak, akik kétszeresen örülnek nekem. Simogatnak, szeretgetnek, és élvezik azt, ami árad belőlem is feléjük, Mikulásból. Úgyhogy együtt, így Mikuláskor csodálatos. Szerettünk volna újra örömet okozni a gyerekeknek. Most 2023-ban úgy éreztük, hogy eljött az idő, itt a lehetőség, és akkor mégis összeállt minden, megtaláltuk az előadást, rendelkezésre állt a színház, megkerestük az alapítványokat, az egyesületeket, a különböző betegszervezeteket, onnan tudtunk gyerekeket hívni erre a rendezvényre, mert ez nem csak hogy jótékonyság, de olyan gyerekeket hívunk, akik valamilyen úton, módon hátrányosabb helyzetben élik az életüket, mint a többi társaik. És azt gondolom, hogy nekik is ugyanúgy jár ez a pár perc, vagy akár több óra boldogság, amit ide tudunk nekik varázsolni a támogatóink segítségével. És a színház az pedig egy ilyen szívet, lelket melengető dolog, és azt gondolom, hogy ez a melyiket a kilenc közül előadás egy olyan dolog, ami pont egy ilyen karácsonyi hangulatot meg tud teremteni. Erre az egy-két órára a rengeteg csillogó szemű gyermeket látni, a mosolyt az arcukon, én azt gondolom, hogy megérte, és így fogunk tenni a jövőben is, mert ha a gyerekekre nézzünk, akkor ők tényleg mindent, de mindent megérnek nekünk. Nagyon örülök, hogy itt lehetünk, nagyon bízom, hogy a Mikulás mindenkinek egészséget hozott, és hát forrunk a világ körülöttünk, és azt látjuk, hogy minden ilyen apró világító torony, ami a gyerekeknek mosolyt varázsol az arcára, arra nagyon nagy szükség van a mai világban, és kellenek ezek a segítők, akik ezen igyekeznek változtatni. A magyar lakosság életmódja nem túl jó egyébként, úgyhogy van bőven a szülői felelősség, hogy ezen megváltoztassanak. Nagyon sok a túlsúlyos elhízott gyermek, és ezen szerintem fontos változtatni példamutatáson. De nagyon szépen köszönöm az Egészségügyi Alapítványnak, hogy megszervezték a mai napot, és hogy cégek melléjük álltak, hiszen ez szerintem a cégeknek a felelőssége, hogy ne csak profitot termeljenek, hanem a megtermelt nyereségből visszajutassanak a társadalomnak, hogy egy jobb világ épüljön. És mi ebben igyekszünk példát mutatni. Leszkovszki Anna vagyok, az 5. Pest vármegye szépe szépség királynője. Jótékonykodni szerintem nem csak karácsonykor kell, azonban ilyenkor még nagyobb hangsúlyt kell fektetni erre a tevékenységre. Nagy örömmel tölt el, hogy az udvarhölgyekkel itt lehetünk ezen a csodálatos rendezvényen, és egy kis mosolyt csalhattunk a kisgyermekek arcára. Hozzám rendkívül közel áll a jótékonykodás, hiszen óvodapedagógusként tevékenykedek a mindennapokban, és így mindennapjaimat is kiteszi az, hogy a gyermekekkel foglalkozhatok, illetve őket segítem a fejlődésben, és szintén megajándékozom őket, hiszen a tudás is ajándék az ő számukra, a versek, a mondókák, amiket minden nap együtt tanulunk, illetve a rengeteg fejlesztő tevékenység. És nagyon örülök, hogy itt lehetek, és hogy segíthettem a gyerekeknek abban, hogy ezen a napon még jobban érezhessék magukat, ajándékokkal, illetve pár kedves szóval. Mint óvónéni, hozzám is nagyon közel áll a jótékonykodás, mert a mindennapokban is, akár egy dicsérettel, vagy akár egy kis odafigyeléssel, már is a gyerekek szívébe lopom magam, már is fel tudom nekik dobni a mindennapjaikat, nem lesz egyforma. Ez itt is így volt ezen a rendezvényen is, egy kis ajándékkal, amit átadhattunk, és azzal is már mosolyt lehetett csalni az arcukra. Szeretettel köszöntök mindenkit, és külön köszönet az Egészségügyi Alapítvány elnökének, akinek a meghívásából vagyunk itt most ezen a csodálatos jótékonysági napon. 9 évvel ezelőtt kezdtem ezt a versenyt szervezni, és gyakorlatilag az első években már látszott, hogy a jótékonyság egy kiemelten fontos a verseny életében. Mivel kissé konzervatív stílusú a versenyünk gyakorlatilag, ezért nagyon-nagyon fontosak ezek az emberi értékek, és nagy örömmel csatlakoztunk ez a mai naphoz. Rengeteg boldog, örömteli mosolyt látunk a gyermekeknél, és nagyon büszkék, hogy itt lehetünk. Az 5. Pest vármegye szépe választja a szépségkirálynővel, valamint udvarhölgyeivel, akik nagyon lelkiismerten és szorgalmasan segítettek itt az ajándékoztásban, és hogy nagyon büszkék vagyunk erre az egész dologra. Feltett szándékunk a jövőben is, hiszen most már a 6. versenyünk lesz,
kiemelt szerepet kap a jótékonyság az életünkben, és hát több-több felkérés is kaptunk, tehát szinte két havonta megyünk különféle jótékonyság rendezvényekre. Én azt gondolom, hogy egy kicsit más a versenyünk, mint a többi, tehát kiemelt hangsúlyt helyezünk erre, és minden ilyen felkérésre örömmel nyitottak vagyunk. És hát én nagy szeretettel várnám a kedves nézőket 2024. január 13-án hazánk legnagyobb lélekszámú megyeinek szépségversenyére, a Pest vármegye szépe döntős gálaestre, ahol nagy örömünkre jelen lesz az Életmódi magazin stábja is, és szeretettel várjuk őket egy csodálatos, igényes gálaesten, úgyhogy találkozunk ott.